Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a 16. kerületben Cinkota Árpádfőt határán. Ahogy azt már megszokhatták a 16. kerületben, hogyha valamit beveszünk a választási programba, amit a lakókkal közösen alakítunk ki, az nagy valószínűséggel meg is fog valósulni. Így a Fejlődő Kertváros program negyedik ütemében, tehát a 2019 és 24 közötti ütemben a 4-es programpont volt az, hogy sok minden van benne, például az, hogy befejezzük a bölcsődét itt Cinkota Árpádfőt határán, ezt be is fejeztük, volt egy nagyon jó kivitelezőnk, egy Bautrade nevű Kft. Egészen jó sikerült az a munka. És ez a programpont volt benne, hogy nyitunk egy új óvodát, tehát építünk egy új óvodát. Ugyanitt a bölcsőde mellett, mert hogy ahogy így körülnéznek, látják, hogy itt a lakóparkokban rengeteg ház van, rengeteg fiatal van, és nagy igény van arra, hogy ne csak bölcsőde, hanem óvoda is legyen. És a közbeszerzésen, hogy nem, megint a Bautrade nevű cég nyert. Reméljük, hogy ugyanolyan jól fognak dolgozni, mint ahogy a bölcsőde építésnél dolgoztak, bár dolgoztak már sok helyen, úgyhogy eddig meg voltunk velük elégedve, a jó renomét nem kell elrontani, jó Péter? Megtartjuk. Helyes. Külön köszöntöm Antalóczi Csaba körzeti képviselőt, aki sokat dolgozott azért, hogy ez a projekt még beleférjen ebbe a ciklusba. Ugyan van mindenféle válság, volt Covid-válság, most van energiaválság, ami azért elég rendesen érinti az önkormányzatokat is, mindenkit az országban, de minket is. De ennek ellenére azért sikerült beleszuszakolni ezt a projektet. Ugyan a tervezetnél nagyobb költséggel tudtuk csak megvalósítani, vagy lehet reméljük tudjuk megvalósítani ezt a projektet, még az óvoda udvar beruházás az még függ egy kicsit a levegőben, mert arra még nem tudtuk első körben megrendelni, hogy az udvar is kész legyen, de így ennélkül is 1,1 milliárd forint, tehát ha jól emlékszem 1141 millió forint pontosan, bruttóba, az amit szerződtünk nem olyan régen, és lámlám a kivitelezés el is kezdődött. Itt egy 4 csoportos óvoda fog épülni, ami... Ha minden igaz, akkor hogyha úgy számoljuk, hogy optimális legyen, akkor mondjuk 80-100 gyereknek ad majd lehetőséget arra, hogy itt legyen. A Cinkotai Huncutka óvodához tartozik majd ez a, vagy a Cinkotai óvodákhoz tartozik majd ez az óvoda, ami azért jó, mert nekik eddig 2 épületük van, és az egyik az már nagyon régi, nagyon rossz állapotú, és átmenetileg talán ki is váltja majd, vagy részben kiváltja ez az új épület az ottani meglevő igényeket, és akkor majd ráfordulhatunk arra, hogy azt az épületet is felújítjuk, vagy építünk helyett egy másikat, de ez már egy jövő történet, tehát 16. kerületben lehet számítani, hogy lesznek projektek, ezt csak úgy mondom. Ennek az óvoda épületnek a befejezése terv szerint 2023 év vége. Nagyon remélem, hogy sikerül az udvart is addigra megcsinálunk, ha mégse, akkor majd egy kicsit várni kell még az udvarral, de minden esetre örülök annak, hogy elkezdődött a munka. A óvodavezetőt arra kérem, hogy minden nap délelőtt délután járjon, kinézze meg, hogy mit csinálnak a fiúk, hogy azért szemmel legyen tartva. Néha fogunk találkozni a körzeti képviselővel mindenképpen, illetve azt kérem majd, hogy segítsenek majd a berendezésnél, hogy akkor mi legyen, hogy legyen, és hogy minden a végén jó legyen. Köszönöm szépen Szász József alpolgármester úrnak, mint a cinkotai képviselőnek is, hogy eljött ide hozzánk. Ő külön jelezte nekem, hogy ő egyébként is meg akarja majd nézni, hogy zajlik az építkezés, úgyhogy rengeteg embernek kell majd ilyen kobakot biztosítanatok, mert néha-néha erre fognak járni, hogy ne legyen vele gond. Teljesen mindegy, milyen színű van, hogyha az a színe narancsárga, tudod, szokták mondani, de egyébként volt egy Ford, mondta ezt, hogy amikor mondták neki, hogy színes autókat is kéne gyártani, mert a konkurencia már gyárt színes autókat, és akkor mondta a Ford, hogy bármilyen színű autót gyártatnak, ha az a szín a fekete. Úgyhogy, na mindegy, ez egy régi történet, nem érdekes. No hát, hölgyek, urak, még egyszer nagyon örülök, hogy elkezdődött ez a beruházás. Reméljük, hogy jól ütemben fognak haladni, mondjuk a kivitelező erre talán garanciát jelenthet. Körzeti képviselő urat meg arra kérem, hogy ő is azért figyelje, hogy mi fog itten történni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor most ünnepélyesen helyezzük el az alapkövet. Ennek az alapkövetét ehhez még kérnék 2 hölgyet is, Ácsanikó alpolgármestert, asszonyt, és Váradi Marian óvodavezetőt is, hogy legyen segítségünkre.